Újabb leletek kerültek elő az Aba Sámuel nemzetségfői központját feltáró abasári ásatáson. Legutóbb egy Mária szobor töredékre és vélhetően az Aba nemzetség leszármazottainak sírjára bukkantak a kutatók. Az ásatás jelenlegi állásáról a Magyarság Kutatóintézet vezetői számoltak be. Az írott forrásokból fennmaradt, hogy a templom az a 14. századi forrásokban Nagy Boldog asszonynak van szentelve. Az egyik legfontosabb eddig előkerült abasári lelet egy márványból készült Mária szobor töredék, amely arra enged következtetni, hogy Szűz Mária tiszteletére szentelték föl a templomot, emelte ki Makoldi Miklós régész a lelőhely bejárásán. Eddig feltártak már egy Árpád-kori mellékoltár alatti boltíves falazott sírhelyet, egy temetőt, a 10.-11. századi templom eredeti alapjait, a 13. századi templom falait, valamint a fő és mellékoltárokat. A legújabb lelet egy kettes, bolygatatlan sír. Lehet, hogy egy apa-fiú, lehet, hogy egy férj és feleség, ezt majd az archeogenetikai vizsgálatok fogják megmondani, de az már szinte biztos, hogy ha apa-fiú, ha férj-feleség, kizárható, hogy egyházi személyek legyenek, és mivel fölöttük a 15. században két Aba címeres sírfedlapot raktak, így nagyon nagy a valószínűsége, hogy ezen érintetlen sírok is Aba nemzetségbeli családba tartozó sírok lesznek. A krónikák szerint magát Aba Sámuel királyt is ezen a helyen temették el, az ásatás célkitűzése többek között ennek bizonyítása, valamint a nemzetségfői központ és a bencés kolostor maradványainak feltárása. Tehát a cél egyébként az lenne, hogy visszaépíteni ezeket az épületeket, és megmutatni valóban, hogy a maga magasságában most megvannak a falak, az alapok, a kövek, a leletek, és ebből egy gyönyörű emlékhelyet, egy látogatóközpontot lehet majd építeni. A tavaly kezdődött ásatás mostanra mintegy 1000 négyzetméteren zajlik, folyamatban van a feltárási terület bővítése, és várhatóan ősszel az eukarisztikus kongresszus kezdetére teszik látogathatóvá a lelőhelyet.